rangos elismerésben részesült Galsi Nagy Andrea. Karcagváros kultúrájáért díjat, a város érdekében végzett kiemelkedő nevelő-oktató munka, valamint a város művelődése, művészeti élete érdekében végzett kimagasló munka elismeréseként Galsi Nagy Andreának, a Madarász Imre Egyesített Óvoda óvoda pedagógusának adományozta. Én 1995 óta vagyok itt a Kuthen óvodában, először a Körös úti óvodában kezdtem, és a kislányom megszületése után visszamentem az óvodámba, ott kaptam egy ilyen tagóvoda vezetői helyettesi megbízást, és ez egy új kihívást jelentett akkor a számomra. És nem sokkal később viszont ide csaltak a jelenlegi munkahelyemre, ahol nagyon-nagyon jól érzem magam, és itt vagyok jelenleg is. És a zene az ön életének a jelentős részét kiteszi. Itt pont abban a sarokban vagyunk, ahol a kis ovisaival is énekelni szokott, de a kultúrának ezt a részét nagyon jól ismerjük öntől. De önnek mi jelenti a kultúrát? Hát számomra a kultúra természetesen a zene, történetesen az éneklés, hiszen nagyon-nagyon közel áll hozzám már gyerekkorom óta. Mondhatnám, hogy óvodás koromban is nagyon szerettem énekelni, szerepelni. Iskoláim kórusaiban is énekeltem, sokszor szólót is énekeltem, versenyekre küldtek a tanítóim, tanáraim, sokszor igen eredményesen, és végül is ez hozta azt, hogy komolyabban is kezdjek el foglalkozni az énekléssel, és így 1997-ben tettem egy szakvizsgát, mellyel egy végleges működési engedélyt szereztem, és nagyon boldog vagyok, hogy most már hivatalosan is színesíthetem az óvodánk, óvodáink, városunk, városi rendezvények, iskolai rendezvények és egyéb rendezvényeket. Azt gondolom, hogy külön lelkület kell ahhoz, ha valaki csak ovisoknak, tehát gyerekeknek énekel, vagy amikor felnőtteknek, azon belül is több korosztálynak. Kik a leghálásabb közönség? Természetesen, mivel óvónéni vagyok, ezért a gyerekek állnak hozzám a legközelebb. Az a legnagyobb boldogság számomra, ha nekik énekelhetek, és olyankor egyáltalán semmi izgalom, semmi feszültség, semmi lámpaláz nem jellemez. És itt kell megemlítenem a testvéremet, Karcagi Nagy Zoltánt, aki egy életműdíjas nótaénekesként ismerhetünk, illetve városunk önkormányzati képviselője is, és vele aztán tényleg hosszú évtizedek óta énekelünk, természetesen gyerekeknek is, és minden korosztálynak. Azt gondolom, azért az óvónéniségre szükség van, amikor interaktív előadásokat tartanak gyerekeknek, hiszen ott azért bevonni a gyerekeket, én emlékszem ezekre a játékokra, amikor bevonja őket, tehát ott meg kell találni rögtön a közös hangot a gyerekekkel, és ebben a hivatás azért nagyban segíti, jól gondolom. Valóban nagyon érdekes, hogy akárhány helyszínen vagyunk, akárhány óvodában, akárhány rendezvényen, az mindig más, tehát egy más jellegű közönség, egy más jellegű gyerekanyag, egy teljesen más jellegű rendezvénybe csöppenünk, és muszáj, hogy tudjunk alkalmazkodni az adott helyzethez. Felnőttekről is beszéljünk azért picit, hiszen sokrétű az önök műsora. Az elképzelhető, vagy már lehet, hogy volt erre mód, hogy magyar nótát énekelt ön is? Igen. Kisebb falunapokon, amikor így visszatapsolnak bennünket, mert hál' Istennek azért van erre példa. Volt olyan, hogy esetleg Zolinak a mulatós csárdás klipjébe, a csárdás összeállításába én is bekapcsolódtam, és akkor ketten énekeltük ezeket a dalokat a közönség nagy örömére. Legemlékezetesebb fellépés, gondolom az a legelső volt. Visszaemlékszik még erre, hogy az hol és mikor volt? Az az igazság, hogy én már 15 éves korom óta énekelek, volt egy együttesünk. Azt most nem már ülke, hogy hány éve? Már... Igen, annyi. Tehát nagyon-nagyon régóta volt a Pálma együttesünk először is, utána jött a Seri együttes, tehát nagyon-nagyon fiatal, még gyerek voltam, amikor kezdtem ezeket a fellépéseket. Így aztán nem is nagyon tudom megmondani, hogy most melyik is volt az első, mert nagyon régen volt. De természetesen azóta is minden egyes műsor előtt azért van egy icipici kis druk, egy icipici kis lámpaláz, hiszen az ember nyilván saját magában azért megpróbál bízni, de azért a technika ördöge meg egyéb dolgok azért közbeszólhatnak, úgyhogy sajnos még mindig van egy icipici druk ezeken a rendezvényeken, fellépések előtt. Készülőben esetleg valami most? Mire készülnek
azon kívül, hogy azért vannak már ismét fellépések. Nagyon szeretnénk Zolival majd egy közös CD-t létrehozni, hát remélem, hogy valamikor ez sikerülni fog. Nekem ugyan van gyerekeknek szóló CD-m is, ez egy nagy álmom, hogy vele közösen egy gyerek CD, illetve természetesen a felnőtteknek is egy örökzöld táncdal összeállítás. Az előbb már azért egy mondatban hallottunk a gyermekéről, amikor az Zoliból elment vele gyesre. Mit lehet tudni az ő zenei tehetségéről? Akart énekelni? Énekelt valaha? Szerette volna, hogyha énekel? Nagyon jó hangja van, nagyon szeret énekelni, de nincs benne ez a fajta exhibicionizmus, mint az anyjában. Tehát ő nem nagyon szeret szerepelni. De egy nagyon tehetséges kislány, annak idején ő zongorázott nagyon sokáig, Zbiskóné Katikánál, illetve Maróhoz, Sárai Maróhoz is járt magánének tanszakra, tehát azért ő is nem esett messze a fájától. Önnek a zene az már kitölti az életét, azt elmondtuk, hogyha mondjuk akkor másképp alakul ezelőtt x évvel, és mondjuk nem óvónéni lesz, hanem más pályára megy, akkor is lett volna esély arra, hogy énekesi karriert is befut? Hát én úgy gondolom, hogy igen, hiszen nagy szerelmem az éneklés a mai napig. Tehát engem soha nem fáraszt. Én soha nem bánom, bármilyen időjárás jön közbe. Ha menni kell, menni kell, sőt rohanok. Tehát én nagyon-nagyon szeretek énekelni. És úgy gondolom, hogy így, mint óvónéni, és így, mint énekesnéni. Egyébként Karcagon nagyon sokan úgy hívnak, gyerekek is, szülők is, hogy énekes óvónéni, és én ezt nagyon szeretem, hisz tényleg az vagyok. Mind a kettő nagyon közel áll hozzám, illetve nagyon-nagyon régóta és nagy szeretettel művelem mind a kettőt. Hát esetleg még az állatok azok, amik nagyon-nagyon közel állnak hozzám, és mindig is imádtam. Hát emeletes házban ugye nem tarthattunk állatot, bár én ezt nagyon nem értettem, nem baj. És hát én gondolkodtam, hogy esetleg állatorvos, vagy az állatokkal kapcsolatos bármilyen foglalatosság. Tehát engem ez nagyon-nagyon érdekelt, és a mai napig is imádom őket. Van is kutyánk, úgyhogy nagyon szeretem az állatokat.